Dr. Kovács László önkormányzati képviselő lakossági fórumán szó esett arról, hogy idén és a tavalyi évben is sokan pályáztak az önkormányzatnál lakásfelújításra. A városvezetés 2014-ben 20 millió forintot különített el erre a célra. Egy-egy háztartás legfeljebb 400 ezer forintot igényelhet a munka jellegétől függően, amelyet 5 év alatt kell visszatéríteni az önkormányzatnak. Az idei 2015 éves támogatási lista sorrendjében Tabáni város rész még mindig dobogós helyen áll, hiszen a külterület, valamint a Rezsa doktornak a körzete után itt ebbe a Tabáni városrészbe nyerték el legtöbben a homlokzat, nyilászáró, fűtés, korszerűsítési beruházásoknak a segítségét. A lakossági fórum egyik főpontja még a kerékpárút építés volt, ami a Rabcsák András és a Damjanics utca, valamint a Pálfi és a Holló utcán valósult meg. A beruházás 63 millióba került, amiből az önerő 10 millió forint volt. A fórumon még szó esett, a kórház épületére 110 milliós napelemeket szerelnek fel. A jelenlévő lakosok közül többen is jelezték észrevételüket a képviselőnek, illetve a városháza munkatársainak, akik helyben válaszoltak a felmerülő problémákra.